Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen az Arró épületdíszítéstől. Megint kint vagyunk a kertbe, ott, ahol a múltkor a csigacsapdát is elástuk a földbe. Nagyon jól működik. De most térjünk át egy újabb Nortenes termékre. A kertészeti beszállítón küldött nekünk egy magas ágyást, itt látható előttem. A mérete 80x80 cm, illetve 30 cm magas. Tehát lehet, hogy nem is magas ágyásnak akarták hívni a Nortenesek, hanem csak 30 cm magas ágyásnak, mert azt gondolom, hogy egy magas ágyásnak egy kicsit magasabbnak kellene lenni, mint amit mellettem is látható. Jó, ez a fémlugas, tehát itt van már összerakva, a magas ágyás itt van még lapra szerelve, tehát egy ilyen csomagot fogunk küldeni, hogyha valaki egy ilyet rendel. Ezt a fémlugast már én készítettem hozzá, ennek az az oka, hogy ugye nyilván ez nem egy magas ágyás, mint amit már megbeszéltünk is, egyszerűen csak 30 cm a földtől való távolsága, ami azt jelenti, hogy nagyon magas növényeket nem lehet beleültetni. Na most ugye nálunk az asszony kitalálta, hogy ha már összeraktam egy ilyet, akkor tegyünk bele valami alacsony növésű növényt, például az uborkát, de ugye az fengő akár 2 méterre is, úgyhogy ezért készítettem hozzá ezt a lugast. De most ezt tegyük is félre, nézzük meg, hogy hogyan kell összerakni ennek az alját. Lapra szerelt állapotban kapjuk, túlságosan sok szerszám nem kell hozzá, valójában egy kés kell elvágni a pántokat, illetve egy kalapács összeütni a nútokat. Bontsuk is ki, nézzük meg, milyen darabokból áll. Vannak benne ilyen nagyobb méretű deszkák, ilyen összekötőpálcák, illetve ilyen kisebb méretű deszkák. Na most a lényege az lenne, hogy az összes olyan elemet, amiben egy ilyen nút van, azt vegyük ki, mert ezek lesznek majd itt ezek a felső lécek, ezek fogják tartani ezt a keretet, ezt a távtartó keretet. Tehát ezeket most félretesszük, mert ezek mennek felülre. Ez is egy távtartó, ez is felülre megy, ennek is van egy kis nútja, ez is felülre megy, annak is van, az is felülre megy. Ennek már nincs, tehát ez egy alsó elem lesz. Ez a felső összekötő, ez egy térkitöltő. Ez is egy alsó elem. Ott is ott a nút. Ez is felső. És a többi már mind köztes elem lesz. Ezeket arról lehet felismerni, hogy nincs rajtuk semmi plusz bevágás. Kezdjük akkor az összerakást, tehát letesszük ezt a két vékony elemet a földre, keresünk egy olyan köztes elemet, aminek nincs ugye alulfelül bevágása, és beleillesztjük ebbe a nútba. Itt is, az elejét is, meg a végét is. Jó, mindjárt összeütjük, csak beteszünk ide a másikra is egyet, hogy egyenesen legyen. Ez még össze is csúszik. Ez összecsúszik magától, ezt pedig összeütjük egy kicsit. Jó, tehát oda teszünk egy kis ellendarabot, hogy ne ezt kalapáljuk széjjel, ne a magas ágyásnak az elemét kalapáljuk széjjel, és beütjük a helyére. Jó, ha idáig megvagyunk, akkor következnek a záróelemek. Itt megint arra figyeljünk, hogy ezek a nútok felül legyenek. Kezdünk egy vastagabbal. Majd befejezésképpen a két vékonyabbik elemet, vagyis alacsonyabbakat, bocsánat. Jó, tehát maga a láda összeépítése ennyi, itt vannak még a távtartók a tetejére, ezt még most egyelőre nem teszem bele, de nyilván ennek majd ez lesz a lényege. Van még egy alkatrész hozzá, és nem egy alkatrész, hanem egy zsák.
ez a zsák hivatott tartani majd a földet benne. Tehát ezt bele kell ezt a zsákot tenni a magas ágyásba, és telerakni földdel. Bár a leírási útmutató nem mondja, hogy valamivel kössük ki ezt a zsákot ide az oldalára, de én mindenképpen javasolnám, hogy tűzzük meg tűzőgéppel néhány helyen, hogy maga a föld ne húzza le a zsákot. Én a másik magas ágyásnál nem tettem meg ezt az odatűzést, és mindjárt meg is mutatjuk, hogy hogy néz ki benne a zsák. Tehát én ugyan ide szorítottam az egyik pálcához a zsákot, de persze azonnal kicsúszott belőle, és most így fityeg. Mindjárt hozok egy tűzőgépet, és ezt a zsákot feltűzzük ide a oldalfalhoz, és akkor nem fog így kimozogni. Összeraktuk a magas ágyást, most már csak három dolgot kell tennünk. Egyrészt oda fogom vinni a végleges helyére, utána telerakom földdel, aztán pedig szólok az asszonynak, hogy ültessen bele valamit. Reméljük nem paradicsomot vagy borkát fog, hogy ne kelljen megint lugas csinálni. Jó, mint az látható, nekem van itt kimaradva ilyen 40x40-es betonlap, én alátettem a magas ágyásnak, nem szívesen teszem a fát bele a földbe, hiszen előbb-utóbb el fog korhadni. Nem tudom pontosan milyen anyagból van, még nem néztem meg, de egy darabig bírni fogja a földön is. Én azt ajánlanám, hogy akinek lehetősége van, az mindenképpen tegyen alá valamit. Jó, hozunk egy kis komposztot. Nagyon finom komposzt alakult ki az utóbbi egy-két évben, úgyhogy ebből viszünk oda vagy két talicskával, körülbelül annyira lesz szükség a magas ágyáshoz. Ezt a komposztot egyébként át lehetne szitálni, át lehetne egy kicsit tisztítani ezektől a nagyobb gajaktól, mert az enyémben még vannak azért nagyobb gajak. Aki ráér, azt mindenképpen tegye meg. El fog az komposztálódni a magas ágyás aljába, én úgy vagyok vele. Lassan megtelik a magas ágyás. Nyilván én most majdnem teleraktam, de ez még zömülni fog ez a föld, tehát egy párszor meglocsoljuk, azért ez még esik majd össze. Úgyhogy lehet egy picit többet is rakni bele. Én azért nem szeretnék most többet rakni bele, mert be fog csorogni a föld ide a geotextília mögé. Megjött a kutya. Gyere, gyere csak, neked hogy tetszik a magas ágyás? Gyere csak! Tehát egy kicsit később ez még majd zömülni fog, úgyhogy rakhatunk bele nyugodtan többet, de most egyelőre ennyi elég lesz. De pont jó, és már megjött az asszony is. Gyere csak, gyere, gyere, gyere! Szóval a végére ide jött az asszony is, úgyhogy készen van az ágyás. Mindjárt megkérjük őt, hogy majd ültessen már bele valamit. És ugye beszéltünk róla, hogy ez mindenképpen valami kis növésű növénynek lenne megfelelő ez a magas ágyás. Úgyhogy te mit fogsz beleültetni? Van is paradicsompalánk, amit el lehetne ültetni, ahhoz lekedve. Legyen akkor paradicsom, és akkor csinálunk hozzá ahhoz is olyan lugast. Jó, mindenki másnak pedig inkább azt ajánlom, hogy maradjunk az alacsonyabb növésű növénynél, de aki akar lugast készíteni hozzá, egyébként ez egy kiváló termék. Nagyon tetszik, látványos, nagyon könnyű és gyors volt összerakni. Nekem tetszik ez a geotextíliás zsák is itt benne, hogy külön földet tudunk beletenni. Én nagyon sokat kínlódtam az itteni termőfölddel, úgyhogy ez nekem mindenképpen jó, hogy egy bogaraktól, vakondoktól, lóférgektől viszonylag elzárt környezetet tudunk létrehozni a növényeknek. Annyira nem is drága, úgyhogy én tudom ajánlani.
beszéltük ugye, hogy nem annyira magas ágyás, nem kellene bele nagy növényeket ültetni, úgyhogy mi abba uborkát ültettünk, most az asszony ide adta a paradicsomot, úgyhogy ebben paradicsomot fogunk ültetni. Nyilván egyik sem nő nagyobbra, mint 2 méter, úgyhogy az alacsony növésű növény az kipipálva. Nem baj, majd csinálok ennek is lugast. Erre még nem jöttem rá, hogy ez az alkatrész a díszítő funkción kívül mit csinál. Beletettük. Hozok egy kis vizet még. Belocsoljuk a frissen ültetett palántákat. Jó, bőven. És készen is vagyunk. Elnézést, nem tudok ellenállni az epelnek. Most nem csak a csigacsap, de miért lett ilyen finom, hanem eleve finom, nagyon finom, nagyon szeretem is. Viszont most a csigák is hagytak. Visszatérve a magas ágyásra, természetesen ez is megrendelhető az Arró épület díszítés vevőházában, www.arrodiszlec.hu. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!